Látszólag nem egy nagy dologról van szó. A keresztény szóhasználatban itt Magyarországon a szellemi helyett a lelki terjedt el. Tudjuk jól, hogy a görög is, a héber is megkülönbözteti a szellemit és a lelkit. Ugyanígy a nagy világnyelveken, mint például az angolban, vagy más nyelvekben, a németben, megtörténik az, hogy ezeket a szavakat következetesen megkülönböztetik egymástól. Nem keverik össze, más a jelentéstartalma az egyiknek, más a jelentéstartalma a másiknak. Ugye mi a probléma? A probléma az, hogy magyar nyelvben ez nem így van. És ebből kifolyólag komoly félreértések vannak, és ebből ezek a félreértések nem csak egyszerűen egy fordítási problémát akarnak, hanem hozzáállás és gondolkodás módbeli problémáink is vannak. Következményei vannak ennek az eltérésnek. Hogy miért a lelkit használják, van, aki azt mondja, hogy azért, mert hogy ez fejezi ki a magyar nyelvben leginkább azt, amit a szellem alatt egyébként más nyelvekben értenek, de itt ugye továbbra is fennáll a probléma, hogy amikor viszont a Biblia lelkit mond, akkor ahelyett most mit mondjuk, hiszen a lelki már le van foglalva a szellemi számára. És akkor mindenféle megoldások születnek, testi, emberi, földi, érzéki, hát ezek közül talán még az érzéki a legszimpatikusabb, ha nekem kellene választani, de hogy a legjobb az lenne, nem kellene választani. A másik megközelítés az az, hogy hát a szellemszóról a spiritizmus jut az ember eszébe, és egyébként is ez viszonylag új szó a magyar nyelvben, és így tovább. De azt gondolom, hogy a mai modernben ez teljesen egyértelmű, modern magyar nyelvben teljesen egyértelmű ez a kifejezés, és igaz, hogy a köznyelvben foglalt, ez mondjuk a szellemi teljesítmény alatt abszolút nem azt értjük, ami a Bibliában van, hanem inkább intellektuális, gondolkodásbeli teljesítményről van szó. A Bibliában a szellemi valami egészen más jelent, és akkor nézzük is meg, hogy mit. De előjáróban akkor szögezzük le a két dolgot, hogy van egy olyan kultúránk, tradíciónk, amely a szellemit lelkinek mondja, a spirituálist is lelkinek, animálisnak állítja be, és ebből kifolyólag nem tesz különbséget a szellem és a lelki között, vagy nem igazán. A másik oldalon a pünkösdiek felfedezték a különbséget, két híres prédikátorra, pünkösdi prédikátorra hivatkoznék, az egyik Watchman Nee, a másik pedig Kenneth Hagin, akiknek ismerős a név, mond valamit. Ők megátestek a lótus oldalán, nekik minden szellemi lett, és már a lelki az nem, tulajdonképpen az már mint pejoratív kifejezés van jelen. Sőt, Hagin azt tanította, hogy az ember szellem, és az ember középpontja a szellem, és így tovább, és így tovább. Ez azonban nem biblikus, ő átesett egy kicsit a ló másik felére. Ugyanis az ember lélek, és az embernek a hangsúlya, a személyiségének középpontja a lélek, de fontos különbséget tenni a lelki meg a szellemi között. Haginnek annyiban igaza volt, hogy a lelki a Bibliában sokszor kifejezetten negatív fogalom, pejoratív fogalom. Olyan fogalom, amelyet kerülni kell. Lelki embernek nem jó lenni, a lelki bölcsesség nem jó bölcsesség, és így tovább. Majd ezeket meg fogjuk nézni, ezeket az igéket, tehát ebben neki igaza volt, de ezzel együtt a lelki kifejezés nem csak pejoratív a Bibliában, néha egyszerűen nagyit jelent, hogy lelki. És az embert helyettesítő szó, hogyha az embert helyettesíteni akarják, akkor azt mondják, hogy lélek. Például a kokáért, pünkösd után, Péter prédikációjára az emberek megtérnek, megkeresztelkednek, és a gyülekezethez csatlakozik 3000, mindegy 3000 lélek. Nem 3000 újjászületett szellem csatlakozott a gyülekezethez, hanem 3000 lélek. És ugye a lélekszám, és így tovább, ezek mind azt fejezik ki, hogy emberről van szó. Miért? Azért, mert mikor Ádámot megteremtette az Isten, akkor belelehelte az életnek a szellemét, és lett az ember élő lélekké. Vagyis az embernek a súlypontja, az énjének a középpontja, az, amit énnek hívunk, az alapvetően a lélekhez kötődik, lelki. És akkor maradjunk az ember felépítésénél. Ugye egyfelől az ember teste a földből vétetett, és a testének az érzékszerveivel érzékeli az anyagi világot, ugye őt érzékszervet szoktunk megkülönböztetni,
De az embernek van szelleme is, hiszen Isten belelehelte ezt a bizonyos szellemet. Az emberbe is így lett az ember élő lélekké, tehát mikor a szellem és a test találkoztak, akkor jött létre egy új valóság, a lélek. De van az embernek szelleme, és a szellemnek is ugyanúgy, ahogy a testnek vannak érzékszervei, amivel viszont nem az anyagi világot érzékeli, hanem a szellemi világot. A szellemi világ meg kétféle van, van a tiszta szellemvilág, Istennek, a mennyek világa, és van a tisztátalan szellemvilág, ugye a démonoknak a világa. És ebből kifolyólag nagyon fontos különbséget tenni szellemi és szellemi között is, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a tisztátalan szellemi világból, a démonikus világból jön az érzékelni való, azt érzékeli a szellemünk, vagy éppen ellenkezőleg az Isten szellemétől érkező dolgokat érzékeli a szellemünk. A lényeg, az anyagi világhoz, a testünkhez, testünkkel kötődünk a szellemi világhoz, a láthatatlan világhoz, a szellemünkkel, de a szellemi érzékelés is, az anyagi, testi érzékelésnek is az eredménye a lélekben csapódik le. Történik valami körülöttünk, akkor az érzékszerveink, a fülünk, a szemünk és a többi továbbítja ezeket a dolgokat biológiai értelemben az agyunknak, bibliai értelemben viszont a lelkünknek, és a lelkünk erre reagál. Gondolatokkal, érzésekkel, ugye a legösztönösebb dolog, amivel reagálunk, azok az érzések. És ebből kifolyólag a léleknek két súlypontját különbözteti meg a Biblia, az egyik az elme, a másik a szív. A szívben ilyenkor az ösztönös dolgok lakoznak, ami ösztönösen jön ki belőlünk, és az elmében pedig azok a dolgok lakoznak, amik tudatosak. Tehát amikor a szív és az elme egy párba állnak, akkor a tudatos és a nem tudatos, az ösztönös reakcióinkat, az ösztönös a léleknek az ösztönös mozdulásait írja le a Szentírás, a Biblia. Tehát akár szellemit érzékeljünk, akár anyagit érzékeljünk, az eredmény a lélekben jelentkezik, és a lélekben az érzékelés eredményeképpen érzetek, érzések jönnek létre, az érzések összessége, hangulatokat eredményez, a hangulatok összessége pedig egy életérzést eredményez, és ami létrejön, gondolatok, indulatok, ötletek, intuíciók, ezek mind a lelkünkben jelennek meg, és amikor tudatossá válnak, azért válhatnak tudatossá, mert a lelkünkben lecsapódik akár a szellem felől, akár az anyagi világ felől érkező információ. Érdekességképpen említem meg, hogy ugye a zsidóságban is ezt a különbségtételt megteszik, de érdekes módon ők is a szellemit magyar nyelvterületen lelkinek hívják, de ők azt mondják, hogy a nefes, az embernek a lelke, az valójában csak a testet kiszolgáló ilyen ösztönös, állatias dolog. Az igazi én, az igazi fontosság, az a nösámá, sőt, hát ugye a modern rabinikus hagyományban is, de főleg a haszidizmusban, ami a kabalának ez a misztikus, ezoterikus, furcsa, mágikus gondolkodásával is összekapcsolta a rabinikus hagyományt. Ott ugye ez a nösámá, ez leszületik, ez inkarnálódik, aztán reinkarnálódik, megtisztul, mennybe megy, a Seolba időzik, és sok mindenfélét csinál. De hangsúlyoznám, hogy ez már a bibliai gondolkodástól nagyon-nagyon-nagyon messze esik. Amit mondani szeretnék, vagy amiért ezt idehoztam, az az, hogy tehát a zsidó hagyományban a nösámára teszik a hangsúlyt, és nem a nefesre, és az emberi szellem az, ami igazán fontos, ami igazán érdekes, és nem annyira a lélek, mert ők a lelket, az animát, ugye a pszühét, azt inkább csak a testtel kapcsolatos, a testet kiszolgáló résznek gondolják, és nem tulajdonítanak ennél sokkal nagyobb jelentőséget neki. Ugye az alapigénk, ami legtöbbször előkeveredik, és ami miatt ugye a karizmatikus mozgalomban, a pünkösdieknél is a lelkiből hirtelen szellemi lett, és amiatt tradicionális minden lelki volt, az most hirtelen minden szellemi lett, és a lélek szinte teljesen kiment a területről. Annak a kulcsigéje a János evangélium 3. fejezetében van, hogy ez az a híres szakasz, ahol Jézus Nikodémussal beszélget, és elhangzik a leghíresebb, a legismertebb idézet János evangéliumából, hogy úgy szerette Isten a világot, ahogy az egyszülött fiát adta odaérte. De most szeretném, hogyha megnéznénk az első néhány verset ennek a beszélgetésnek, mert itt Jézus mond a témánkkal kapcsolatban egy fontos dolgot.
Ugye Nikodémos felkeresi Jézust, farizeus volt, a főtanácsnak, a Sanhedrinnek volt a tagja, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten vele van. Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, szó szerint azt mondja a görög, akik nem nemzenek felülről, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet-e anya méhébe, és megszülethet-e ismét? Ugye Nikodémusnak mi volt a problémája? Jó, hát ő szívesen megszületik még egyszer, de azt hogyan kell? Hát nem tud visszamenni az anya méhébe. Miféle születésről beszél itt Jézus? De amit szeretnék kiemelni a harmadik versből, az az, hogy mikor Jézus ezt kimondja, akkor ugye ezzel a bizonyos ámen, ámennel kezdi a mondatot, vagy a bizony-bizony, így szoktuk fordítani. Ugye amikor Jézus mond valamit, az biztos, amikor azt mondja, hogy bizony mondom nektek, akkor az nagyon biztos, ha azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, akkor az egy örök, rendíthetetlen, mozdíthatatlan igazságról szól. És itt pedig az újjászületésről beszél, és Nikodémus tehát azt szeretné tudni, hogy jó, hát egyszer az, hogy születtem meg anyám méhéből, azt tudom, na de miféle születésről beszélsz te? Jézus három rejtélyes választ ad neki. Az elsőt ugyanezzel a bizony-bizonnyal kezdi, tehát ez egy nagyon fontos igazság. Bizony-bizony mondom neked, így szól az ötödik vers, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ha nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Szintén a mi köreinkben szeretik ezt a vízkerességre és a szellemkerességre érteni, de nem erre gondol itt az ige alapvetően, hanem a világ teremtésére, hogy amikor Isten megalkotta a föld bolygót, akkor azt olvassuk, hogy a vizek elborították a földet, a mélység tátongott, az Isten szelleme lebegett a vizek felett, és vízből és a szellem által jött létre a teremtés. És amikor Jézus erre visszautal, hogy a víz és a szellem volt az, amiből megszületett a világ, akkor azt akarja ezzel nyomatékosítani, bizony-bizony, hogy itt egy valóságos, újjáteremtő aktusról van szó. Tehát az újjászületés az nem egy szimbolikus dolog, nem egy ilyen, hogy hát megtörtént, és akkor tulajdonképpen szimbolikusan beszél. Ez egy valóságos újjáteremtés, Istennek egy ugyanolyan teremtő aktusa, mint amikor a mennyet és a földet megalkotta, és előszólította a világosságot, és az összes többi dolgot. Ez egy valóságos újjáteremtésről van szó. Ez egy valóságos teremtő eseménye az Istennek, ami láthatatlanul belül a szívünkbe, a szellemünkbe zajlik ugyan, de nagyon valóságos. Enélkül nem lehet bemenni az Isten országába. Azt mondja a hatodik vers, ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az. És ez számunkra a legfontosabb dolog. Miről van itt szó? Ugye Ádám szerint megszületünk test a testtől, ugye apuci, anyuci egyesülnek, és akkor a kis hím ivarsejtek meglátogatják a kis nő ivarsejteket, és akkor ebből az anyag találkozik az anyaggal, és ebből kifejlődik a test, és végül megszületik az ember. Anyag az anyaggal. Itt, amikor újjászületésről van szó, akkor szellem találkozik a szellemmel. Miért? Mert az Isten igéje szellem, és Isten szent szellemét közvetíti az ige, vagy Isten szent szelleme közvetíti az igét, ahogy tetszik, és ez a lelkiismeretünkhöz jön, a szellemünkhöz jön. És amikor ez a halott szellem, ez a sötétségben kuksoló szellemet újjá leheli az Isten szelleme, az Isten igéje eléri a szellemünket, mert két élő éles karnál erősebb, és a lelkiismeretünkig elhatol, akkor megtörténik ez a bizonyos újjászületés, világosság gyúl a szívünkbe, ezt így fejezi ki a korintusi levélben Pál. Az Isten, aki szólt, hogy a sötétségből világosság legyen, ő gyújtott világosságot a mi szíveinkben, hogy az Isten dicsőségének a fénye, az Isten dicsfénye ránk ragyogjon Jézus Krisztus arcáról. Tehát Isten világosságot gyújt a szívünkbe, beszól a szívünkbe, ugyanúgy, ahogy azt mondja, hogy legyen világosság, ugyanúgy életre szólít bennünket, és ezért szellem jön szellemhez. Az Isten élő szellemi igéje, beszéde éri el a szellemünket, a lelkiismeretünket, és ott történik meg az újjászületés. Ott történik meg ez a felülről nemzés, a felülről fogantatás. És a harmadik dolog, amiről Jézus beszél, ez most a mi szempontunkból kevésbé érdekes, de hát ha már elmondta, akkor nézzük meg. A szél fújja, merre akar, mondja a nyolcadik vers, hallod az ugását, de nem tudod, honnan jön, hová megy. Így van mindenki, aki szellemtől született.
Ez egy kicsit rejtélyes szöveg. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy amikor ugye vitorláztak az emberek, akkor kedvező szélre vártak, és itt nem az volt, hogy ők előállították a szelet, hanem amikor a szél fújt, akkor kellett a vitorlát kifeszíteni, kedvező szél volt, akkor tudtak neki indulni. Itt is így van, hogy az ember nem akkor születik újra, amikor ő akar, hanem amikor a szellem fúj, ahol fúj, ahová fúj, ott történik meg az újjászületés. Nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja. Isten szellemének a szuverén működése az, hogy az emberek újjászületnek. Ezt nem lehet gombnyomásra megcsinálni, nem lehet egy ilyen mechanikus cselekedetek sorozatává tenni, elmondod a megtérés. Ebből önmagában még nem lesz újjászületés. Újjászületés akkor lesz, hogyha az Isten szelleme fúj, az Isten szelleme jön, a szellemedet újjászülés, akkor tudunk neked segíteni abban, hogy a hitedet hogyan fejezd ki, hogy hogyan mondjál egy megtérő imát, hogyan keresztelkedjél meg vízzel, és így tovább, és így tovább. De ha a szél nem fúj, akkor ezek mind halott vallásos cselekedetek lesznek az Isten szelleme nélkül. De ami nekünk nagyon-nagyon fontos, az, hogy megjegyezzük, hogy nem úgy van, hogy az ember akkor születik újra, amikor akar, hanem akkor kell újjászületni, amikor a szél fúj. Tehát nem tudod a vitorlát kifeszíteni, és azt mondani, hogy na majd fog fújni a szél, hanem kénytelen vagy akkor kifeszíteni a vitorlát, amikor a szél fúj. Ez tulajdonképpen a fő üzenete és mondani valója ennek a szakasznak. És folytatódik tovább a beszélgetés, hogy a Nikodémus rákérdez, hogy hogyan lehetséges ez, miféle módon, és akkor Jézus beszél az érszkígyóról, hogy őnek is fel kell majd emeltetnie, vagyis a halál és a feltámadás által lesz az újjászületés lehetséges, meghalunk a régi embernek, meghalunk Ádámnak, kikeresztelkedünk Ádámból, és belekeresztelkedünk Jézus Krisztusba, új életre kelünk a feltámadás erejében, Isten szellemétől újjászületve járunk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ha nincs újjászületés, nincs kereszténység. Tehát akkor kultúráról tudunk beszélni, hagyományokról tudunk beszélni, intézményekről tudunk beszélni, bibliai értelemben, mert kereszténység akkor kezdődik, és egyház ott van bibliai értelemben, ahol van kijelentés nem testtől és vértől, arról, hogy bizony a Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. Most, ha megnézzük a Szentírásnak a szóhasználatát, akkor azt látjuk, hogy beszél szellemi emberről, pneumatikusról, ugye a görög pneuma szó a szellem megfelelője, beszél lelki emberről, pszichikos, hogy a psziché, ez a léleknek a megfelelője a görögben, és beszél testi emberről, ami nem szomatikus, ami a sárház, sátortestről beszél, mely otthonához szolgál a léleknek és a szellemnek, hanem ez kifejezetten a húsra használt kifejezés, a hústest, és ez a szarkikos ember, ez a testi ember, mondanám így az elállatiasodott ösztönlény, ami tényleg nem sokban külön, noha nem olyannak lett teremtve, és nem erre van rendelve, de nem sokban különbözik az oktalan állatoktól. Tehát van szellemi, pneumatikus ember, van lelki, pszichikai ember, és van testi, szarxikosz, ugye a szarxa a húsnak a kifejezése, a mészárszékben is ott lógó, véres, romlandó húsnak a kifejezése, van ilyen szarxikosz, embertesti ember. Jó? Szellemi, lelki és testi ember. Most, ha megint megnézzük az igéket, és nagyon híres igéink vannak, amiket remélem, hogy jó sokan ismertek, a Galata levélből, a Róma levélből. Gyakorlatilag ezek a levelek elmondják, hogy van egy nagy harc. A test és a szellem között dúl egy háború. A test harcol a szellemmel, elsősorban Isten szellemével, és az Isten szelleme meg harcol a testtel, vagy legalábbis a testnek az indulataival. De nézzük az igéket. Tehát ez a szellem és a testnek a harcol. Híres Galata 5:16-tól olvasom. Intellekt titeket a szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a szellem ellen tör, a szellemé pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember újjászületik, Isten akaratát szeretné tenni. De van egy küzdelem, van egy harc, a test is követeli a magáét, és ez a küzdelemben, ebben a harcban az ember nem mindig azt teszi, amit szeretne tenni, azt mondja, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Egyszerűen hiába akarom a helyeset, hiába akarom a jót, mintha valami eltérítene ettől. És mi ez? A testnek a
kívánsága. Tehát hát bővebben járos kifejtés kívánsága, szemkívánsága, életkérkedése, de ezeket összefoglaló néven most testi kívánságnak hívjuk. Tehát nem azt tesszük, amit szeretnénk, pedig Isten akaratát szeretnénk cselekedni. A 18. vers pedig azt mondja, ha a szellem vezet titeket, ugye az Isten szelleme, nem vagytok a törvény uralma alatt. Tehát nem szükséges akkor, hogy a törvény betűjéhez tartsátok magatokat, mert ha a szellem vezet benneteket, ő nem fog a törvénnyel szemben, vagy törvényszegésre vezetni benneteket. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, ugye megint a hústestről van szó, a hústest cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosságok, részegeskedés, dobzódás, és ez hasonló. Ezekről előre megmondom nektek, amint korábban már mondtam, akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát. És itt megint nem arról van szó, hogy egyszer előfordult, belecsúsztak, elestek, hanem arról van szó, hogy akik ezekben lelik a kedvüket, ezekben lelik az örömüket, ezek a testi emberek, akik a test által kínált életörömöket gyűjtik, és ebben érzik jól magukat, és ennél nagyobb, magasztosabb vágyuk nincsen. Ők viszont nem örökölhetik az Istennek az országát. Ezzel szemben mik a szellem gyümölcsei? Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény, ami nem azt akarja mondani, hogy ezek törvénytelenek, hanem azt akarja mondani, hogy a Krisztus törvénye összhangba hoz minden egyéb más isteni elvárással, Isten előtt kedvessé tesz bennünket. Akik pedig Krisztus Jézuséi, és hát itt is azért, hagyd mondjam, a szellem gyümölcsei, itt sem arról van szó, hogy hébe-hóba örülünk, hébe-hóba békességünk van, hébe-hóba türelünk, hanem ezek jelenvonásokká válnak, a lényünk részeivé válnak, nem egyszer-egyszer előfordulnak velünk, hanem ezek vagyunk mi, ezekké válunk mi, és ezeket termi meg a szellem bennünk. És így fejezi be a 24. versben, akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a szellem által élünk, akkor éljünk is a szellem szerint. Tehát ha a szellemtől születtünk, akkor viszont éljünk úgy, ahogy születtünk. Ha a szellemtől születtünk, akkor engedjük, hogy ez a szellem, aki újjászült bennünket, ő vezessen, kormányozzon bennünket, ő hassa át az életünket. Nagyon hasonló rész van a Rómaiakhoz írt levél 7.-8. fejezetében is. Tulajdonképpen 7. fejezet vége, 8. eleje, egy nagy összefüggő gondolatsor. Bizonyos részeket most ki fogok hagyni belőle az idő rövidsége miatt. A 7. rész Róma 7.14-től ezt olvassuk. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény szellemi, nem lelki, a törvény szellemi. Én pedig testi vagyok, hústesti. A bűn rabszolgája. Vagyis mit jelent az, hogy hústestinek lenni? A bűn rabszolgájának lenni. Nem akarom cselekedni a bűnt, és mégis cselekszem, mert rabszolgája vagyok a bűnnek. Nem vagyok a magam ura. Hiszen, amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, ugye törvényismerő emberről van szó, ismerem a törvényt, és tudom, mi volna jó, és tudom, mi az Isten akarata, de mégsem azt teszem, akkor azt mondja, nem azt teszem, amit akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Tehát van egy kognitív diszonancia, egy nagy ellentmondás bennem, jót akarok cselekedni, és rosszat teszek, és emiatt bűntudatom van. Mert tudom, hogy én bennem, azaz a tagjaimban, magában a hústestben, és az ahhoz kapcsolódó részeimben, az azt kiszolgáló részeimben, nem lakik jó. Hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Megismétli ugyanezt a logikát az apostol. Aztán a 8. versben, vagy 8. fejezet 3. versétől el is magyarázza, hogy miről van szó. Ugye, kivált meg ebből a bűnnek ebből a testéből, Jézus Krisztus. Ez az üzenet lényege, és aztán így folytatja, amire ugyanis képtelen volt a törvény,
mert erődlen volt a test miatt, a hús miatt, azt tette meg az Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint, nem lélek szerint, szellem szerint, Isten szent szelleme szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig szellem szerint, a szellem dolgaira. Tehát, ha testi ember vagy, akkor arra törekszel, amire a test indít téged. Ha pedig szellemi ember vagy, akkor arra törekszel, amire a szellem, a szent szellem indít téged. A test törekvése halál. A kározat lesz a végeredménye annak, hogyha az ember a test törekvései szerint él. A szellem törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és itt a lényeg, és nem is tud engedelmeskedni. És nem is tud engedelmeskedni. Ezért kulcsfontosság az újjászületés, mert mikor az emberek nem születnek újjá, és úgy akarnak hívő keresztények lenni, hogy nem születtek újjá, nem tértek meg, nem merültek bele Jézus Krisztusba, nem vették Istennek a Szent Szellemét, akkor ez az újjászületés nem történik meg az életükbe, és tele vannak csupa akarattal, jó szándékkal, és azt találják, hogy nem tudják ezt véghez vinni. És akkor lehet ebből mindenféle teológiát meg ezt azt gyártani, de az intézményesült egyházak nagy részében az emberek nem születnek valóságosan újjá. Van, aki ott is újjá tud születni, mert mondom, a szél fúj, ahol akar, ezt nem mi döntjük el, és ott is szól az Isten igé, és ott is vannak emberek, akik újjá születnek, de azzal, hogy megpróbálják ezt intézményesíteni, és akkor első áldozó vagy, és akkor csecsemőkorban meghintenek vízzel, aztán első áldozó vagy, aztán bérmákhoz, és így tovább, kvázi az egyház ritusain keresztül, egy ritualizált dolgon keresztül, ez nem működik. És ugyanígy az, hogy megint csecsemőként meglocsábolnak, aztán utána talán megtérsz, aztán a konfirmációban megerősíted azt a hitedet, ami nem is volt csecsemőként, valójában de bíztak benne, hogy majd hitre jutsz, akkor mikor megerősíted, konfirmálsz, stb. Ez sem az újjászületés. Ebben a folyamatban is sokan vannak, hála Istennek, akik újjászületnek, mert onnan a formákon múlik ez a dolog, hanem ez a szél fúj, ott fújva vagyok. Ott újjászületnek az emberek. De azzal, hogy ezt így ritualizáljuk, és megpróbáljuk az egyház ezt így. És ugyanígy, ami szeretett karizmatikus mozgalmunkban, amikor kiáll a prédikától, és akkor tegye fel a kezét, aki nem akar elkárhozni, akkor te mondd el velem a megtérő imát, akkor elmondjuk a megtérő, most már Isten fia vagy, most már ugyan, egyáltalán nem biztos, hogy ez így van. Tehát igen, tehát nem tudunk jobbat annál, mint hogy hirdetjük az evangéliumot, és az embereket döntésre hívjuk, és imádkozunk velük, de hitegetjük őket akkor, amikor úgy minden különböző tehát ezekkel az egyszerű formákkal azt mondjuk, hogy na, te, ami példás felekezetünk szerint elmondtad a megtérő imát, és akkor most már te újjászületett ember vagy. Az újjászületésnek nagyon valóságosan meg kell történnie, és ez egy fordulatot jelent, egy megváltozott életet jelent, ez egy isteni megszólítást jelent, és hogyha ez megvan, akkor ezt tovább kell erősíteni, és ha szellemtől születtünk, akkor szellem szerint is kell járnunk. Tehát miért mondtam ezt el? Azért, mert azt mondja, az Isten törvények nem tud engedelmeskedni, a test, a hús test, hiába akarod, hiába szeretnéd, hiába törekszel, ez nem segít rajtad, mert képtelen vagy újjászületés nélkül engedelmeskedni az Isten akaratának. Aztán így folytatta a Róma 8:8, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem szellem szerint, ha Isten szelleme lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus szelleme, az nem az övé. Ez ilyen egyszerű. Ha újjá születtél, benned van Krisztus szelleme. Nem születtél újjá, nincs benned Krisztus szelleme. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, nem a húsnak, hogy test szerint, hús test szerint éljük. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha szellem által megöltek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Tehát a szellem által kell megöldökölni a testnek a cselekedeteit. Ez nagyon érdekes gondolat. Nem nekem kell megöldökölni, nem erőfeszítést kell tennem, hogy megöldököm, szellem által. Tehát egyszerűen a szellemet követve,
A szellem elvégzi azt a munkát, hogy megöldökli a földi tagjaimat. Tehát nem valami negatív dologra kell koncentrálni, mit ne csináljak, és nagyon ügyeljek rá, hogy azt ne csináljam, hanem egy pozitívra kell, dologra kell figyelnem, merre vezet a szellem, merre fúj a szél. És arra megyek, és azt teszem, és azt követem, akkor a szellem követése nyomán ez megöldökli a földi tagjaimat. Az Istennek a szelleme. És azért legyünk őszinték, melyik a nagyobb, a test vagy a szellem? A Szent Szellemnél nincs nagyobb, ő is Isten, mindenható, és hogyha a szellem hadakozik értünk, akkor biztos lesz benne, hogy ki fog győzni. Ha a szellem megöldökli a földi tagja, az meg lesz öldökölve. Nekünk kell, persze nekünk is van feladatunk, nem azt akarom mondani, de alapvetően erről van szó, hogy az Isten szelleme által meg kell öldökölni a hús cselekedeteit, a hús tetteit. Nem emberi erőfeszítéssel, hanem az Isten szelleme által. Nagyon hasonló igét találunk a Kolossai beléjekhez írt levélben, a harmadik fejezetben. Az ötödik vers azt mondja, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi. Öldököljétek meg földi tagjaitokat, fordítja Károly. Öldököljétek meg tehát a tagjaitokban azt, ami földi, szellem által. Mik ezek? Paráznaság, tisztátalanság, szenvedély, gonosz kívánság, kapcsiság, bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Tehát ezek bűnök, ezek olyan dolgok, amikkel bántjuk egymást, ártunk magunknak, ártunk az embertársainknak, és Isten nem akarja, hogy ezt tegyük, haragszik ezek miatt az Isten. Tehát a megöldöklése a földi tagjainknak a szellem által lehetséges, a szellem, a hústest is harcol a lelkünkért, és a szellem is harcol a lelkünkért. És hogyha engedjük, a szellemre figyelünk, és engedjük, hogy a szellem mellénk álljon, akkor a szellem megöldökli a testnek a kívánságait. Nézzük akkor, hogy mi az, hogy szellemi ember, meg mi az, hogy testi ember. Ugye ez a híres 1 Korintus 3-ban beszél erről Pál apostol, ugye így fordul, majd az előzményeket is el fogjuk olvasni, hogy részt belőle. Az 1 Korintus 3-ban ugye arról van szó, hogy bejöttek a filozófusok ugye a görög gyülekezetbe, és tudjátok, a görög kultúrában a retorika, a filozófia, az okoskodások, ezek nagyon mentek, és a gyülekezetbe is beszivárgott ez, jöttek a filozófusok, lesajnálták a hívőket, vagy leuralták a gyülekezetnek egy részét azzal, hogy ilyen nagy szóvirágokban, retorikai bravúrokban bonyolodtak, és a szónoklatnak az erejével próbálták az embereket leigázni, és ez ellen beszél az első 4 fejezetben Pál apostol, szembeállítja az Isten bölcsességét az emberi bölcsességgel, a filozófusoknak az okoskodásaival. És aztán azt mondja az 1 Korintus 3-ban a hívőknek, én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemi emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Jegyezzük megint, tehát testi ember, egyszer volt egy olyan definíciónk, hogy az, aki a bűn rabszolgája, mert nem született újjá. És itt van egy olyan ember, aki újjászületett, hiszen a kolossebelieket úgy szólítja meg Pál a kolossaiben gyülekezetben levő szentekhez. Tehát ezek újjászületett emberek voltak. Az életszentségben még gyermekek voltak, de szentek voltak, mert az Istennek a teremtő szava, az Istennek az elhívása elválasztotta őket már ettől a világtól, és Isten népének a részeivé váltak. És hát kellett, hogy azért ír nekik az apostol, hogy fel is nőjenek ehhez a feladathoz. Tehát itt a testi ember nem a bűnrabszolgáját jelenti, hanem azt, hogy mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tehát még egyszer az első vers, tehát testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemi emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Ugye mi jellemző egy gyerekre? Nem tud bizonyos dolgokat a helyi értékén, a valóságos értékén kezelni. Mit tudom én, azt neki egy kis tanuló papír, és azt hiszi, hogy micsoda nagy értéket kapott a kezébe, adsz valami olyan tárgyat, ami nem kelti fel az érdeklődését, pedig nagyon értékes, mondjuk a herendi porcelánt, valószínűleg összetöri, kárt ez benne, mert nem ismeri fel annak a valóságos értékét, mert még kiskorú. És ugyanígy a Krisztusban kiskorúak testi emberek. De óriási különbség van a hús testi ember, aki nem született újjá, és a bűn rabszolgája között, és az újjászületett, ám de Krisztusban még kiskorú hívő között, aki testiesen viselkedik. Az már nem testi ember, csak testiesen viselkedik. Azt mondja, nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemi emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez. Szellemi, testi, szellemi, testi. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Tehát kiskorúnak mi való? Tejnek az itala. És mi a tejnek az itala?
az ízleljétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Az Isten szeretetéről, kegyelméről szóló evangélium, az a tejnek az itala. És aztán vannak keményebb eredelek is. Honnan tudja az apostol, hogy testiek? Azt mondja, amikor ugyanis irigység, viszálykodás van köztetek, szellemiek vagytok, vagy testiek? Hát nyilván testiek. És nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé. Hát nem emberi, ember módjára gondolkodtok-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, hogy megadta neki az út, stb. Stb. Mi volt a baj? De én Pálé vagyok, nekem Pál jön be, nekem Apollós jön be, én Péterhez ragaszkodom. Amikor Péter prédikál, az izgalmas, amikor Pál beszél, az unalmas, és így tovább. És kijátszották az egyik szolgáltat a másik ellen, és ez ellen lép fel az apostol, és azt mondja, hát ámberek, hát Jézus Krisztus az a lényeg, mi mindannyian Jézus Krisztus szolgái vagyunk. Mindegyik a magunk módján, a magunk habitusa szerint, a magunk kijelentése alapján, a magunk tehetségével. Pál is hozzáteszi magát. Apollós is hozzáteszi, én elplántáltam Apollós, öntözött, és így tovább. Péter is hozzáteszi, minden, aki a tiétek. Pál is a tiéd, Apollós is a tiéd, Péter is a tiéd. Ha te tudod, hogy te ki vagy Krisztusban, és tudod, hogy Krisztus a te mestered, akkor ezeket a kis sameszokat nem kevered össze a mesterrel, és nem hozzájuk ragaszkodsz elsősorban, hanem a fejhez. Krisztushoz ragaszkodsz. Oké. Ugye kiki úgy szolgál, hogy megadta neki az Úr. Ha megnézzük az ószövetségi képeket, és most már ebbe nem lapoznék bele, csak itt megemlítem, akkor azt látjuk, hogy ugye Ábrahámnak is két fia született. Először Iszmael született meg, aztán pedig Izsák. Ugye ezt tudjuk, hogy a két szövetséget szimbolizálja, Galata levél ezt kifejti nekünk. Iszmael Hágártól született, az egyiptomi szolgálótól, ő a sínai hegyi szövetség, az ami szolga sorba szül, és ami ki van zárva az örökségből, nem örökölhet együtt a szabad gyermekkel. És ott van Izsák, aki az ígéretbe vetett hitből született meg, és természet fölötti módon született meg. Isten gondosan megvárta, hogy apja és anyja is már ne legyen képes test szerint nemzeni, és ezért Izsák kvázi szellem szerint született, szellemből született, és ő ugye a szellemi embert és az új szövetséget testesíti meg. Aztán utána Izsáknak is ikrei születtek, ugye Jákob és Ézsau. És Ézsau pedig az ember két természetét jeleníti meg. Ugye Ézsau a magának való, a testies ember. Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Hát minek nekem elsőszülöttség, vadászni járok, halni járok, bármelyik nap meghalhatom, mit tudom én, hogy hasznát veszem-e vala, stb. Ő ebbe gondolkodott. Jákob viszont szellemi ember volt, ő értékelte a szellemi dolgokat, értékelte az isteni dolgokat, neki, ami Ézsaunak nem ért egy tálentsét se, az Jákobnak a legnagyobb kincs volt, amit minden ára meg akart szerezni. Ez tehát a szellemi ember, akinek a gondolkodása a menny orientált és szellem orientált, a másik a testi ember, aki itt ezen a világon érzi jól magát, itt akar berendezkedni, és a test örömeit keresi és keresgéli. Hogy a helyzet ne legyen egyszerű, nem csak a szellem és a test, a hústest harcolnak egymással, hanem a hústest a lélek ellen is harcol. Ezt olvassuk 2 Péter 2-ben, 9. verstől. Ti azonban választott nemzetség, ugye az akkor az 1 Péter 1 lesz, itt valószínűleg elírtam a szöveget, gyorsan ki is javítom, 1 Péter 2, 9. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Rengeteg ugye, egy ószövetségi idézet van emögött a szöveg mögött. Szeretteim, így folytatja az apostol, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Így tényleg lélek van, tehát nem a szellem ellen harcolnak, hanem a lélek ellen harcolnak. Hogyan lehet akkor összegezni a dolgainkat? Ugye szellem, lélek, test, ez az ember. A szellem magasabb rendű, mint a lélek. A lélek is szellemi természetű, tehát nem az anyagi valósághoz tartozik, hanem a szelleméhez, nem az ideig valóhoz, hanem az örökké valóhoz, nem a láthatóhoz, hanem a láthatatlanhoz. A lélek is szellemi természetű, mint ahogyan a szellem is értelemszerűen szellemi természetű, tehát nem az anyagi világhoz tartozik, hanem az Isten
világa, a szellemek világához tartozik, de alacsonyabb rendű, mint a szellem. És a test alacsonyabb rendű, mint a lélek. Az életfolyama így jön, hogy Isten a szellemet adja belénk, a szellem nélkül halott a test, mondja Jakab apostol, a szellemet adja belénk, a szellem élteti a lelkünket, a lélek pedig élteti a testet, ezt a halandó testet. És ezért lett az ember élő lélekké. Na most, a küzdelem miért folyik? A küzdelem azért folyik, hogy a lélek a szellem oldalára álljon, vagy a test oldalára álljon. Ha az ember nem születik újjá, ugye Ádámtól, ha tetszik, hanem megörökölte a bűn és halál törvényét, ami azt eredményezi, hogy a lélek fölött a test vesz uralmat. A lélek alá görnyed a testnek, és rabszolgája lesz a testnek, és így az ember testivé válik. De ez a lélek számára rossz. A lélek ettől szenved, kivéve, hogy szereti a bűnt. És szereti ezt a jelen való világot. Ha nem vágyik többre, mint hogy együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Ha nem vágyik többre, mint egy jót zabálni, egy jót kajálni, egy jót szexelni, és akkor kész, vége, úgy gondolja, hogy ez az élet lényege, ez az élet értelme, és ennél több, ennél másabb nincs is a világon. Elállottiasodik ilyenkor az embernek a lelkebben, a lélek jól érzi magát, akkor az ember menthetetlenül testivé válik. De a lélek nem érzi jól magát ebben az állapotban, éhezik és szomjazik. Miért? Mert egy alacsonyabb rendű dolognak van alárendelve. Rabszolgája lesz valakinek, aki alacsonyabb rendű nála, és azt kell szolgálnia, az gyűri maga alá a lelket, és ilyenkor a lélek segyved és gyötrődik. De ha a lélek a szellem alárendeltje lesz, és a szellem uralkodik a lélek fölött, akkor viszont a lélek szárnyalni kezd, mert a szellem magasabb rendű, mint a lélek, és mikor a szellem a lelket magához emeli fel, akkor a lélek kiteljesedik, és ez a lélek üdvössége tulajdonképpen, ez a hitünknek a célja, a lélek üdvössége. Igen ám, csak ha nem születik az ember újjá, a szelleme halott, és a szelleme nem tud mit nyújtani a léleknek, és ezért mivel a szellem felől a lélek irányába nem érkezik az élet, mert el van szakítva a szellemi élettől, az Istentől, akkor a lélek a test oldalára sodródik, és a test addig bombázza, gyötri, amíg a szolgájává nem teszi, ha tetszik, ha nem. És így lesz az ember testivé, elállatiasodik. Az ember egy ösztön lényé lesz. Ekkor is persze nem mindenki lesz ilyenné, hiszen nagyon sok ember az Isten képűségéből megőriz, a kreativitásában megőriz, a szép, a szent, a jó dolgok utáni, az emberi dolgok utáni vágyában nagyon sok mindent megőriz, nem szükségszerű természetesen minden ember elállatiasodjon, de az ember lelke ilyenkor keres, kutat, és akinek nyomorúságban van a lelke, és éhezik és szomjazik a test elnyomása alatt, azok az emberek hamar meghallják az evangéliumot, mert hiszen vágynak szabadításra, és örülnek annak, ha megérkezik a szabadítójuk. Amikor az ember újjászületik, az azt jelenti, hogy a szelleme újból életre kel, és az Istennek a szent szelleme pedig örökre összeform, ami újjászületett szellemünkkel. És az Isten szelleme folyamatosan táplálja, élteti, vigasztalja, bátorítja, erősíti és vezeti ezt a szellemet, és ez a szellemnek van mit nyújtani a léleknek, és ilyenkor a lélek ki tud szabadulni a test fogságából, és a szellem oldalára tud állni, szárnyalni tud, kiteljesedni tud, és az ember szellemivé válik. Szellemi ember lesz. Akiket az Isten szelleme vezérel, azok az Istennek a fiai, és az Isten fiúságát így tudja betölteni. Tehát a szellem magasabb rendű, mint a lélek magasabb rendű, mint a test. A szellemünk a szellemi, nem anyagi, láthatatlan világgal áll kapcsolatban, a testünk pedig a látható anyagi világgal, mindkettő észlelései a lelkünkben csapódnak le. Az ember öntudatát a lélek és a saját személyes szellemének az egysége adja. A szellem és lélek egysége az én, az öntudat, a tudat. De a lélek az, ami érzékeli a dolgokat. A szellemvilág felől érkező szellemi dolgokat a szellem észleli, és ezek lecsapódnak a lélekben, a test felől érkező dolgokat a test észleli, és ezek lecsapódnak a lélekben, és a lélekben keletkeznek érzések, gondolatok, indulatok és mindenféle dolgok, és ezekkel kell nekünk valamit majd kezdeni. Tehát a lélek az, ami érzékel. Itt jelennek meg gondolatok, érzések, indulatok, melyeket vagy a test inspirál, vagy a szellem. A test ösztönöz, vagy a szellem inspirál. Az újjászületett hívő ember szellemével kapcsolódik újra Istenhez.
a szellem sötétségbe, borulása, halála, azt jelenti, hogy nincs kapcsolatban, nincs közösségben Istennel. De a szellemünket az Isten szelleme megeleveníti, és ez a megelevenedett szellem egyesül az Isten szent szellemével, akitől inspirációt, támogatást, bátorítást és vezetést kap. És ezért van óriási szükségünk a Szent Szellemre is, mert ami, és ez nem a Szentlélek keresztséggel függ össze, mert a Szentlélek a beteljesedni Szentlélekkel, az nem a szellemünkre vonatkozik, mert az be van teljesedve Szentlélekkel, a testünkre vonatkozik. Tehát mikor valaminek be kell telni Szent Szellemmel, az a test, aminek a Szent Szellemmel be kell telnie. A szellemünk egyesült Istennek a szellemével, azzal nincs ilyenfajta probléma vagy gond. Akkor nevezhetünk tehát egy hívőt szellemének, ha a lelke a szellem alárendelődik, és a szellem akaratát szolgálja. Egy ember pedig akkor testi, ha a lelke a testének a vágyait, a kívánságait szolgálja. Mivel a lélek magasabb rendű, mint a test, a lélek szenved, ha a test rabszolgálja, mivel ez számára egy alacsonyabb rendű létezés. Ha viszont a szellem szolgálatába áll, akkor szárnyal a lélek, mivel a szellem magasabb rendű, mint a lélek, és mikor a lélek felemelkedik a szellem szférájába, akkor a lélek egy magasabb rendű állapotba kerül, és egy magasabb rendű létezést él meg, mint önmagában lenne pusztán. És még egyszer, tegyünk különbséget a testi emberek között, a testies ember, a nem újjászületett ember, az ösztönlény, az ugye a testi ember, és vannak testies módon viselkedő, újjászületett hívő emberek, akik még Krisztusra nézve kiskorúak. A nem újjászületett ember a bűn rabszolgája, és ezért testi, mert a lelkét ugye a test kívánságai maga alá gyötörték, rabszolgasorba döntötték, és amikor egy hívő testi ember, az azt jelenti, hogy Krisztusban kiskorú. Újjászületett, de még kiskorú. És nem tekinthető érett embernek, érett jellemű embernek, akiben a szellem gyümölcsei már átjárták a karakterét. Tehát újjászületett, de kiskorú. Na most. Tulajdonképpen most érkezünk a forró krumplihez. Mert addig, amíg ahogy lélek, szellem, így fordítjuk, úgy fordítjuk, meg lehet magyarázni, a szavakon nem érdemes lovagolni, a kérdés mindig az, hogy mit értünk alatta, de. A Bibliában, és itt már az újjászületett emberekről van azért alapvetően szó, a lelki időnként kifejezetten pejoratív értelmet kap, kifejezetten negatív értelművé válik. Ugye első híres példánk az első korintusi levél második fejezetéből való. Még egyszer a háttere az, hogy jöttek a görög filozófusok, jöttek a görög szónokok, és ezek befolyásuk alá akarták vonni a gyülekezetet, és szembeállítja a Pál apostol az Isten bölcsességét, a világnak, a görögségnek a bölcselkedésével, filozófiájával, ez adja a hátterét ennek a résznek, és az első korintusi levél 2:6, tól olvasom, így szól. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem a világnak, sem a világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ki ez a bölcsesség? Ugye meg tudjuk, hogy ő Krisztus maga. A példabeszédek első 8 fejezete erről szól, és a 8. fejezetben 3 fontos allegória is van, ott 2, és aztán a 3. a 9. ami erről szól, hogy Krisztus maga az Istennek a bölcsessége, ő volt elrejtve a mi dicsőségünkre, Krisztus Istenben, és megjelent a maga idejében Jézusban, aki a Krisztus. 8. vers azt mondja, ezt az isteni bölcsessége, Krisztus magát, a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem amint meg van írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Miről van itt szó? Arról, hogy Isten újjászüli az embereket, és aztán alkot nekik egy új világot, egy új mennyet és egy új földet. 10. vers. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a szellem által, mert a szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi szellem, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti meg senki, ami Istenben van, csak az Isten szelleme. Na, akkor álljunk meg egy szóra. Itt ugye kapunk egy nagyon fontos
funkciót ismérve, hogy mit is csinál bennünk az a szellem. És azt mondja, kutatja az Istennek a mélységeit, az Isten szent szelleme, és ezért, ami az Isten szívében van még, a szellem azt is tudja, és ki tudja nekünk jelenteni. A mennyei Jeruzsálem még nem valóság, a szellem mégis ki tudja jelenteni a számunkra, és meg tud belőle mutatni dolgokat. Miért? Mert kutatja Istennek a mélységét, ismer Isten szándékát, gondolatát, mit akar tenni az örökkévaló, és így tovább, ezzel tisztában van, mert kutatja az Isten mélységeit. És mi kutatja az ember mélységeit? Azt mondja, az emberi szellem, amely az emberben lakik. Honnan veszi ezt az apostol? Természetesen az Ószövetségből veszi, ugye a nősámán nem fordul el túl, de a Ruach valami 3000-szer fordul elő az Ószövetségben, a nősámá egy tucat szor. Nagyon nagy a különbség. Tehát a nősámára nincs igazán nagy hangsúly téve ebben az értelemben. De amikor előfordul, akkor természetesen nagyon fontos helyeken fordul elő. Egyik ilyen fontos helyünk a példabeszédek 20-27, ez is egy híres, sokat idézett ige, főleg aki kerethegint olvastak, tőle sokat hallhattak erről. Így szól, a szellem Isten lámpása, tehát az emberi szellem az Isten lámpása, ami átkutatja a belsőnk kamráit. Szóval szerint azt mondja, belek hédereit. Ott a héderezni. Hédereznek a belső kamarába. Az emberi test, mint egy cső belsejét, és az ott levő különböző helyeket. Mi a kép? Ugye van egy palota, és a palota őr körbe megy, a lámpással mindenhova bevilágít, hogy nézze, hogy rendben vannak-e dolgok, nincs-e valami rendellenesség. Az ember szelleme is folyamatosan működik az emberben állandóan, vizsgálja a tetteinket, a gondolatainkat, az indulatainkat, a cselekedeteinket, és ennek a vizsgálatnak a tárgya ír egy jelentést, és amikor az a jelentést leadja a szellem, akkor az megjelenik a lelkünkben, és ezt hívjuk úgy, hogy lelkiismeret. És hogy lelkiismeret vagy megerősít bennünket, önazonossá tesz bennünket, integránsá tesz bennünket, vagy éppen ellenkezőleg a lelkiismeret furdal, vádol bennünket. A szellemnek tehát ez a működése, hogy állandóan kutatja az ember mélységeit. Tehát Pál apostol nem a kis ujjából rázza elő itt ezt a dolgot, hanem szóval Isten mélységeit az Isten szelleme kutatja, az ember mélységeit az ember szelleme kutatja, és mivel Isten szelleme bennünk lakozik, ezért az Isten mélységes bölcsességéből, tudásából is meríthetünk, mert erre az Isten szelleme tanít meg bennünket, nem a görög filozófusok, meg nem a görög bölcselők. Oké. Még egyszer akkor a 14. vers, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi szellem, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak az Isten szelleme. És így folytatja, mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, tehát nem a világ adja belénk a szellemét, hogy tanítson bennünket a világ dolgaira, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Tehát az Isten adja az ő szellemét, hogy ez a szellem tanítson bennünket arra, amivel az Isten megajándékozott bennünket Krisztusban. Hiszen ő vele mi módon ne adna mindent nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, tehát nem a görög filozófia szavaival, hanem a szellemtől jött tanítással, kijelentéssel, a szellemi dolgokat, a szellemi embereknek magyarázva, mondja ez a református fordítás, szó szerint azt mondja a görög, szellemieket szellemiekhez fűzve, tehát miről van itt szó megint, az, hogy nem emberi bölcsességgel vizsgáljuk meg a szellemi kijelentéseket, hanem a szellemi ember képes csak megvizsgálni, felismerni az Isten szellemének a kijelentéseit. A nem szellemi ember, a testi ember, a világnak a gyermek, a világnak a fia számára viszont bolondságok a szellemnek a dolgai. Azért, mert ő nem érzékeli ezeket. Ő csak a testet érzékel, és azt mondja, honnan veszed ezeket a dolgokat? Hát miről beszélsz? Miért hiszed el? Miért hiszed el a Szentírás? Miért hiszed el a Krisztus keresztjét? Miért hiszed el, hogy a proféták Istentől szóltak? Hogy a jövendőlések be fognak teljesedni jövőbe? Miért hiszed el? Hát ő nem érzékel ebből semmit. De az, aki újjászületett és szellemi ember, az érzékel, mert benne az Isten szelleme bizonyságot tesz, és tanítja, és vezet, és bátorítja, hogy ez igaz. És ezért érjük meg igazságnak azokat a dolgokat, amelyek a testi emberek számára, az ézsauk számára teljes homály. És ők kinevetnek bennünket ezért, és hát remélhetőleg mi nem nevetjük ki őket azért. Oké. És itt van ugye, ami pejoratív igénk, azt mondja,
Igen, tehát ugye itt össze-vissza vannak a fordítások, mert szó szerint azt mondja a szöveg a 14. versben, a lelki ember nem fogadja el az Isten szellemének a dolgait. Ezek bolondságnak tekinti, megismerni sem képes. Mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. A szellemi ember azonban mindent megítél, és itt most a megítélés nem az, hogy jó művészi kivitelt tartom, hanem a megértést jelenti, hogy az okosság, a megkülönböztető a dolgok megkülönböztetésének a képessége. A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki értette meg az Úr szándékát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. És a 14. vers tehát azt mondja, hogy a lelki, a pszichikai ember nem képes elfogadni az Isten szellemének a dolgait, mert bolondságok neki, és képtelen rá, hogy megismerje őket. És ez a pszichikai ember, a lelki ember. És ez a probléma, hogyha elkezdünk lelkinek fordítani dolgokat, akkor itt most mit fordítunk? Hát persze vannak kísérletek, a természetes ember nem fogadja el Isten szellemének a dolgait, a nem lelki ember nem fogadja el az Isten szellemének a dolgait. Érzéki ember nem fogadja el az Isten szellemének a dolgait. Hát mondom, számomra még az érzéki jön a legközelebb ahhoz, hogy elfogadható legyen a fordítás, de hogyha megkülönböztetjük a lelkit és a szellemit úgy, ahogy ezt a Szentírás szövege és más komoly nyelvek is teszik, akkor ilyen problémánk nincsen. Beértjük. A pszichikai ember nem fogadja el a szellemnek a dolgait. Miért? Mert ő el van magával, és el van a pszichéjével. A másik ilyen tipikus igehelyünkhöz Jakabikkel hátra lapoznunk, a Jakab 3-ban a felülről való bölcsességről van szó, nagyon hasonlóan a korintusi levélben is, ugye az emberi bölcsességről, a görög filozófia bölcsességéről, szemben az isteni bölcsességről volt szó, és itt is arról van szó, hogyha valaki veszekszik, viszálykodik, mondván, hogy őt az Isten küldte, ő az Isten kente fel, ő az Isten bölcsessége szólja, stb. De egy rabiát és összeférhetetlen ember, hát akkor támadjanak kétségeink, hogy nem felülről való az a bölcsesség, amivel ő szolgálni akar. Ugye így szól a Jakab 3.13, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Valóban bölcs. Krisztus ismerő. Mutassa meg a magatartásával, hogy minden bölcs szelídséggel tesz, mivel Krisztus is így tette a dolgait. Ha pedig keserű irigység, viszálykodás van a szívetekben, ami mondjuk testi magatartás, olvastuk róla, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Tehát vétkezdek az igazság ellen azzal, hogy maguk azt mondjuk, isteni bölcsességtől szólunk, és azért veszekszünk, és vitatkozunk, és csinálunk rendetlenséget. Utána azt mondja a 15. vers, ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Fordítja, ugye ez a református fordítás. A református új fordítást olvasom. Na, de mit mond az eredeti? Az eredeti azt mondja, hogy van felülről jövő bölcsesség, van földi bölcsesség, tehát ami az e világ dolgaira vonatkozik, az anyagi világ ügyeire. Van pszichikai bölcsesség, ami testinek van fordítva, nem testi, hanem pszichikai, lelki bölcsességről van szó, és van ördögi bölcsesség. Epigeios, földi, pszichikos, lelki, és daimoniudész, démonikus, ördögi bölcsesség is van. Tehát itt is a lelki kifejezetten pejoratívnak számít, a földi alatt van. Tehát, hogyha valaki, tudom én, a fizika, meg a, tudom én, a társadalomtudományok lélektan dolgaiban járatos és bölcsességet, az földi bölcsesség. De a lelki bölcsesség az kifejezetten egy alacsonyabb rendű dolog, épp csak egy paraszlajszál választja el a démonikus, az ördögi bölcsességtől. És így folytatja 16. versben, mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett, a felülről való bölcsesség pedig tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal, jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Tehát erről lehet megismerni, hogy felülről való-e a bölcsesség, vagy nem, és a pszichikai bölcsesség rosszabb, mint a földi bölcsesség, ugye ebben a felsorolásban. Na és akkor még egy igénk van,
híres igénk, ezt átvettük már a test feltámadásával kapcsolatban, ez 1 Korintus 15 foglalkozik ezzel a témakörrel, és itt is ugye, hogyha most a szellemi helyet lelkit akarunk mondani, akkor bajba kerülünk, mert a lelki test van szembeállítva a szellemi testtel, a pszichikai test van szembeállítva a pneumatikus, a spirituális testtel, és ha lelkizünk, akkor megint valamit ki kell találni. De ne lelkizzünk, a szellem legyen szellem, a lélek legyen lélek. 42. verstől olvasom az 1 Korintus 15-öt. Van, így van a halottak feltámadása is, ugye égi testekről, földi testekről beszél korábban. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. És itt van a mi igény. Elvettetik földi test, mondja ez a fordítás, de valójában lelki testről van szó. Elvettetik lelki test, feltámasztatik szellemi test. Ha van lelki test, van szellemi test is. Így is van megírva, az első ember Ádám élő lélekké lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő szellemmé. De nem a szellemi az első, hanem a lelki, azután a szellemi. Ha most ezt nem le akarjuk fordítani ilyen reformátusú lelkizve, akkor össze-vissza gabajodunk. Mert az, hogy földi test, oké, persze, ezt is hangsúlyozza az ige, de itt lelki testről van szó. Lélekvezérelte testről. Vér által elevenített testről, ami tudjuk, hogy a vérben lakik a lélek. Vér a lélek, és a testnek az élete, ugye ezek szinonim fogalmak a híres 3 Mózes 17 szerint. Oké, tehát még egyszer az ige, elvettetik pszichikai test, feltámasztatik szellemi test. Ha van pszichikai test, van spirituális, szellemi test is. A feltámadt test tehát szellemi test lesz. A mostani testünk pedig pszichikai test. Oké. Miért nem jó összekeverni a lelkit meg a szellemit? Azért, mert a lelki alapvetően emberit jelent. Ugye mondtam, hogy az embernek a súly lett az ember élő lélekké, tehát az embernek a szinonimája a lélek. Van szelleme, van teste, és ugye ezekkel kapcsolódik a két világhoz, a láthatóhoz és a láthatatlanhoz, de a lélek tulajdonképpen az az öntudatunknak a középpontja, persze természetesen a szellemmel együtt, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy az ember szelleme és lelke örökre összefor, az egy egységet alkot, ez a személyiségünk, ez az énünk, de alapvetően a lélek az, ami ebben a kombóban érzékel a szellemünket, nem érzékeljük, csak azt érzékeljük a szellemünkből, ami a lelkünkbe lecsapódik ebből. A lelki ismeret, furdalást is azért érezzük, mert a szellem munkájának az eredménye a lelkünkben megjelenik, és a szellem furdalja a lelkünket, és a lelkünkben fájdalmat, zavart élünk meg. Oké, tehát a lelki ember emberit jelent, pszichikai, az emberi erőfeszítésekre épülő. De az új teremtés nem lelki, az új teremtés szellemi. Testtől született test, szellemtől született szellem. Az új teremtés szellemi. Isten igéjéből születik újjávi élet és szellem. A lelki jobb, mint a testi. Tehát jobb a lelki ember, mert az emberi ember, mint a testi ember, mert az elállatiasodott ember, az ösztön ember. De ha valaki újjászületett, egy újjászületett ember számára, aki szellemtől született, a lelki már visszalépést jelent. Tehát a szellem szintjéről visszalép a léleknek a szintjére, az már visszalépést jelent. Tehát a testi ember számára, ha lelki, az előrelépést jelent. De a szellemi ember számára, ha lelki, az már visszalépést jelent. A lelki hívő, erőlködő hívő. A lelki prédikáció többnyire hajtsárkodásba merül ki. Szedd össze magad. Jobban kell csinálni. Nem elég. Isten többet vár el tőled. És itt tovább, és itt tovább. És a lelki hívők előbb-utóbb bekerülnek a törvény alá, mivel hogy nincs, ami inspirálja őket, kénytelenek őket hajtsárkodva inspirálni, mert hát eredményeket szeretnénk. Hatékonyak szeretnénk lenni, és mikor nincsenek eredmények, akkor valamit csinálni kell, és akkor motiválni kell az embereket. Na, de hogyan motiváljuk az ember? Pszichikai erővel. De mikor valamit pszichikai erővel kell fenntartani, ez irgalmatlanul fárasztó. És erről mondja Jézus, hogy gyere én hozzám, ha meg vagy fáradva, és meg vagy terhelve, és vedd fel az én igámat, ami könnyű és gyönyörűséges. A pszichikai iga
az éppen nem könnyű és gyönyörűség, és pont az ellenkezője. Amikor az ember úgy érzi, hogy bele van fáradva már a kereszténységébe, az egyházába, a felekezetébe, nem tudom, ez pontosan azt jelenti, hogy nem azt az igát hordja, amit hordani kell. Ezzel szemben a szellemi hívő nem a maga erejére támaszkodik, hanem az Isten erejére támaszkodik. A benne lakozó szellem inspirálja őt, és vezeti őt. És ez a szellemi prédikációnak a lényege. Nem akar neked útmutatást adni feltétlenül, nem akar szádba rágni, nem akarja megmondani, miről mit gondoljál, mivel kapcsolatban mit érezzél, és így tovább is, hanem inspirál. Nem szájba rág, hanem inspirál. Pontosan úgy, ahogy János leírja, én ezeket, ugye János 2-ben, egy János levél 2-ben azt írja, hogy én ezeket nem azért mondom, mert nem ismeritek az igazságot, hát épp azért mondom, mert ismeritek az igazságot. Tudom, hogy bennetek van, hogy keretetek van a Szenttől, és ezeket tudjátok. És ahogy az a keret megtanított, maradjatok is meg abban, ne térjetek el attól. Térjetek inkább vissza hozzá, és abban legyetek megerősödve. Tehát amikor az ember szellemi módon prédikál, akkor nem úgy gondolja, hogy most neki kell, meg oltalmazza a jogokat, nehogy tévútra menjenek, vagy nem tudom, hogy milyen szörnyűség történjen, hanem inspirálja a hallgatóságát. És a hallgatóság miközben hallgatja őt, Isten szellemétől inspirációt, és Isten szelleme elkezdi őt is tanítani. Helyére kerülnek benne a dolgok, ő maga is felbuzdul, és ő úgy érzi, hogy fú, ég az Úrért, meggyullad az Úrért. És ez a különbség a pszichikai beszéd és a szellemi beszéd között. És bizony gyakran előfordul, hogy a szellem szintjéről leesünk a pszichének a szintjére, és ennek rengeteg oka van, ami bőven meghaladja a mai estének a lehetőségeit, de a lényeg tehát, hogy a lelki ebben az értelemben a szellemitől egy visszalépés. Erőlködéssé válik az, aminek könnyedén, gördülékenyen Isten szellemétől kellene mennie. Talán egy képpel tudnám ezt a legjobban visszaadni. Ugye régen úgy próbálták meg kijátszani a szelet, hogy evezős gályákat használtak. Ha jól tudom, a legutolsó evezős gályás ütközet az pont a török birodalom és a keresztény erők között vívták, talán Krétáért, vagy Ciprusért, nem tudom, Krétáért. Nem sokkal Szulajmán halála után, és onnantól vitorláshajókat használtak. Mi a különbség a kettő közt? Persze az evezővel is el lehet jönni, iszonyatos erőfeszítés. De amikor kifeszíted a vitorlát, akkor csak a korbánylapátot kell ide-oda forgatni, ügyesen, okosan, és a hajó, nagy hajó test pedig megy, és a szél ereje hajtja, és nem kell fizikai erővel a gálya rabboknak gályázni. Ez óriási különbség. És a keresztény életünk is, mikor észreveszünk, hogy ilyen nevezős gályává változott át, akkor meg kell állni, és akkor fel kell tenni a széljárást, merre fúj a szél, és újból meg kell találni a szelet, újból ki kell feszíteni a vitorlákat, abba kell hagyni az erőlködést, el kell engedni a dolgokat, nem kell törődni ilyenkor a veszteségekkel, el kell engedni a dolgokat, és kifeszíteni a vitorlát, és mikor a szél belekap a vitorlába, akkor újra a hajó megindul, és újra a helyes irányba fogunk menni, és nekünk csak az a dolgunk, hogy a kormánylapátot mozgassuk, és nem az, hogy az egész hajót és az egész gályában végiggürcöljük. Ez a különbség a lelki, és ez a különbség a szellemi között. És ez egy nagyon lényeges és nagyon fontos különbség, és leginkább ezért baj, hogy a lelki meg a szellemi között nem teszünk különbséget a magyar nyelvben, a magyar keresztény szóhasználatban, mert ez nagyon fontos és lényeges különbség. Az egyikben iszonyatosan, hogy valami pszichikai erővel kell fenntartani a látszatot, az intézményeket, a mit tudom én micsodát, ez borzasztó, fárasztó, kimerítő, idegösszeomláshoz, pánikrohamokhoz, meg amilyenkit. A ma emberének azért van ennyi pánikrohamos ember a világon, meg főleg a mi civilizációnkban, miközben itt élünk a fene nagy jólétben, mindenből sokkal többünk van, mint amire szükségünk lenne, és mégis az emberek pánikolnak, az pontosan ezért van, mert pszichikai erővel próbálják fenntartani azt, amit szellemi erővel kellene fenntartaniuk. És ha rátalálnak a szellemnek az erejére, akkor ez elmúl. És ugyanígy a gyülekezetek nagy része, és akkor megyünk, csináljuk, összejövünk is a bizottság, és akkor imádkozunk az imádkozásért, és aztán imádkozunk az imádkozás imádkozásáért, és akkor nekünk kell ezt megtenni, nekünk kell ezt megoldani. És ehelyett viszont elegendő a vitorlát kifeszíteni, mikor a szél fúj, menni kell, csinálni kell, nyomatni kell, mert a szél csend van, akkor pedig nyugiba kell lenni, és várakozni, mert az Isten időzítése a legjobb. Az Isten tudja, hogy merre kell fújni annak a szélnek. Így van mindenki, aki szellemtől született. No, hát
remélem, hogy sikerült egy picit ezeket a, ezekben a dolgokban ezt-azt helyre tenni, és akkor most megnézem, hogy érkeztek-e hozzászólások, kérdések tőletek. Ó, hát egész szép listám van, úgyhogy akkor elkezdem ledolgozni a dolgokat. Igen. Ágnes üzeni, nagyon hasznos végre tisztázni. Igen, de rengeteg kérdés érkezett ugye a kérdező rabbiba is ezzel kapcsolatban, és én is ezért tartottam ezt fontosnak. Emőke kérdezi, és a szent lélek. Igen, hát ugye az a helyzet, hogy a szent szellem, tehát hogyha megint a szóhasználatot következetesen akarjuk követni, az pneuma, tehát szent szellemről van szó, vagy ruach hakódes, a szent szellem héberül, tehát szent szellemnek kell helyesen mondani. Mondhatjuk szent léleknek, mert általában ugye Istennek a lelkével nem nagyon szoktunk törődni, talán két ige van összesen, ami Isten lelkéről beszél, és azt sem biztosan tudjuk, hogy ebben a két igében valóban Isten lelkéről van szó, vagy csak egy kis ilyen antropomorfizmussal szólal meg a prófét. Az egyik egy híres hely egyébként, amikor ugye keresztelő Jánosnál megkeresztelkedik Jézus, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ugye ez szó szerint azt mondja, akiben a lelkem kedvét leli, akiben a lelkem, aki kedves a lelkemnek, akit a lelkemet gyönyörködteti. Ugye itt Isten nem szellemként, hanem az Isten lelke jelenik meg, és talán még egy vagy két igehely ilyen van, tehát nem szoktuk az Isten lelkét meg a szellemét összekeverni, de az emberrel kapcsolatban bizony a lelki és a szellemi között nagyon fontos és szükséges különbséget tenni, mert radikális különbség van. Tehát azt mondjuk, szent lélek, szent szellem, ez általában az annyira nem vezet félre. Mi szent szellemet szoktunk mondani pontosan azért, mert megkülönböztetjük, néha mondunk szent lelket, hogy főleg a vegyes hallgatóság előtt vagyunk, hogy értsék, hogy most ez ugyanaz a dolog. Igen, Molnár Beni üzeni, az Úr áldjon meg, hát csak viszont tudom kívánni, ugyanezt üzeni. Ibolya is nekünk. Edith néni üzeni, hogy nézi, úgyhogy örülünk neki, és valószínűleg nem csak nézi, hanem hallgatja is. Igen, Melinda, az Úr áldjon meg, köszönöm, hogy vagy nekünk, hát én köszönöm, hogy hallgattok engem, Imre. Az Egyiptomból kivonuló nép, mivel szállította a fosztogatásból összeharácsolt tárgyait 40 esztendőn keresztül? Igen, hát nem a fosztogatásból harácsolták ők össze, hanem hát 270 éven keresztül szolgálták az egyiptomiakat, és abból egy jó 100 éven keresztül, 80 éven keresztül rabszolgaként, mindenfajta fizetség nélkül, de cekereken szállították többnyire a cuccaikat és a dolgaikat, amit úgy nem tudtak, az pedig hát ibatyúban. Mivel hogy ugye az ő felelősségük volt az, hogy a lábas jószágot tartsák, ezért összvéreket, ökröket tartottak, és ezek voltak alapvetően a fuvaros dolgok a ókori teherautók. Azt mondja, nagy valószínűséggel a teherhordó állatoknak nem lett volna kielégítő táplálék a manna. Hát ez abszolút igaz, ezért a nagy testi állatokat sokáig nem is lehetett megtartani, legalábbis a midrások azt mondják el, hogy amikor húst kért a nép, azt pont azért kérte, mert ugye az ökrök elfogytak, de a juhokat lehetett legeltetni, hiszen a sivatagban, a sínain Mózes is legeltette Jetró juhait, és a szamarak is, a tevék is viszonylag igénytelen sivatagi állatok, úgyhogy azért a marhák nem is, de a többi állat talált magának valamilyen táplálékot. Claudia írja, Isten róluk is gondoskodott. Igen, hát ez vagy a Jolly Joker válasz, hogy egy mindenható Istenünk van, azt sem takar. Tehát. Igen. A fűrek is legfennebb ragadozó állatoknak lettek volna megfelelők. Igen, gondolom itt arra, hogy az ökrök ugye nem ették meg. Hát igen, valóban ez egy érdekes kérdés, de mondom, a midrás az így oldja fel, ez a drus úgy oldja fel ezt a problémát, hogy mire a fűrek előkeveredtek, ez azért volt, mert meg kevesebbettek az megehető állatok. Katalin, áldott szép estét kíván mindenkinek, ezt csak viszont tudjuk kívánni.
Zsuzsa írja, hogyan lehet megkülönböztetni külső szemlélőként, ha valaki azért testi, mert még a hitben kiskorú, vagy azért, mert még nem született újjá. Hát igen, a beszédéből. Tehát ha te beszédedből ismertetsz igaznak, ha te beszédedből ismertetsz hamisnak, ahogy Istenről beszél, ahogy a Bibliáról beszél, ahogy az isteni dolgokról beszél, abból azért meg lehet különböztetni azt, hogy ő ismerős ezekkel, úgy beszél róluk, mint betanult emberi parancsolatról, vagy egyáltalán nem is érti őket, vagy pedig úgy beszél róluk, mint aki tudja, hogy miről van szó, de még laív, de még kiskorú. Úgyhogy a beszédből ismerjük meg a lélek tartalmát. Imrének nem kielégítő Klaudia válasza. Hát azért reméljük, hogy békésen fog tudni aludni. Erzsébet is szép estét kíván nekünk. Ő azt mondja, Imre nagyon termékeny volt ma. Imre, érdekes, hogy az Ábrahám Istene arra szólította fel az Egyiptomból kivonulókat, hogy fosszátok ki az egyiptomiakat, míg az élő Isten fia azt hangsúlyozta, ne gyűjtsetek földi kincseket. Hát igen, ugye azért tegyünk különbségeket, Jézus azt mondta, hogy ne gyűjtsetek földi kincseket egészen, hanem a befektetni való, tartsátok fontosabbnak a mennyei kincseket nyilvánvalóan, és minél inkább az ember szíve a mennyben honos, annál kevesebbre értékeli a földi kincseket, és annál nagyobbra a mennyei kincseket, azért alapvetően ez erről a történetről szól. És hát az egyiptomiak pedig örömmel adták oda, tehát a kifosztás az úgy tűnt, kérjétek el, és ne legyetek szégyellősek, amikor kértek, ugye ez a dolog lényege, bátran kérjétek el, és akkor megtetszik az az ezüstserleg, azt is kérde, 80 évig robotoltak ingyen, bérmentve az egyiptomiaknak, építették Ramszeszt és az összes többi helyet, amiről szó van, hát ilyen módon akarta Isten az induló tőkét Izrael fiainak odaadni, de mondom, még egyszer megdolgoztak érte, ez hasonló helyzet volt, mint Jákob és Lábán esete, ahol Lábán tízszer is megváltoztatta a bért, és igyekezett Jákobot kisemmizni, de hát az Úr aztán gondoskodott arról, hogy ez ne történhessen meg. Igen, Imre még el van ezzel a fosztogatással, mintha a fosztogatásra biztató atya Jehové, ha nem az Úr Jézus atya lett volna. Hát biztosíthatlak, hogy az örökkévaló Isten, aki aztán a csipkebokortól fogva Jehovéként is, az örökkévalóként is kinevezte magát, vagy megmutatta magát, ez ugyanaz az Isten, aki Jézus Krisztusnak az atya volt. Ha nem így lenne, akkor az egész Szentírás egy nagy tévedés lenne. Jól is jó estét kíván, Imre, én és az atya egyek vagyunk, mondta az élő Isten fia, aki azt jelentette, hogy még az életeteket is engedjétek el, én nem tudom egységbe gondolni a fosztogatásra biztatóval, hát ezért elég nagy baj, ez simán könnyedén egységbe hozható, ha szétválasztjuk az Ószövetség Istenét meg a Jézus Krisztusnak anyját, atyát az Új Szövetségben, akkor hát a markionizmus bűnébe esünk, és ez bizony teológiai antiszemitizmus, tehát ezt néven kell nevezni, és azért keressük, hogy mibe lehetne belekötni, hogy a zsidók kifosztották, meg mit tudom én, mert szeretnénk ezt így látni. Ez többször előfordult már az egyház történelemben, de biblikusnak abszolút nem nevezhető. Tehát az Új Szövetséget megnézzük, akár az apostolói iratokat, akár Jézusnak a tanítását, ő nem tett különbséget az Ószövetség Istene, meg az Új Szövetség Istene között, hanem ugyanaz az Isten kötötte meg az Ószövetséget, amelyik Isten az Új Szövetséget is megkötötte. Ez a Szentírásból teljesen egyértelmű, az üdvösség a zsidók közül támadt, tehát ehhez kétség nem fér. Judit írja, kedves Tamás, a szellemi kiskorúak vesznek részt olyan imádkozásokban, aminek hanyattesés a vége, jól gondolom. Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog, el lehet esni a szellemtől, tehát ilyen van. Dániel is földre hullott, vagy híres példánk, ugye Saul, aki a szellem rászállt, és neki vetkőzött, és három napig mesztelenül profétált Sámuel lábainál, azért ilyet még a karizmatikusok se nagyon produkálnak, szóval azért
lehet látni, hogy Istenben van erő, Istenben van hatalom, nem minden elesés van szerintem a szellemtől, mert mondom, ez ilyen gyülekezeti gyakorlattá tud alakulni, hogyha ezt nagyon erőltetik, és ez nem helyes. De én azt gondolom, hogy ezeknek a külsőségeknek nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Tehát ha elesik, elesik, nem esik, nem esik, nem ez a fontos. Az a fontos, hogy ha elesik, jobb hívő lesz, érettebb ember lesz, vagy nem. A probléma, amit felvetsz, az ilyen szempontból adott, mert azok az emberek, akik elesnek a szellemtől, sokszor magukat szellemibbnek gondolják másoknál, és ezzel pont azt bizonyítják, hogy még valójában testiesek, Krisztusra nézve kiskorúak. De köszönöm, legyen szólva, ahogy felveted ezt a kérdést, ez sem egy szellemi érettségre val. Tehát ezeket a manifestációkat, dolgokat meg lehet különböztetni egyik a másikától. Én nem pártolom azt, hogy az összejöveteleken erőltessék az ilyesfajta dolgokat, én ezt nem tartom jónak, nem tartom helyesnek, de azt sem lehet kizárni, hogy a szellem így működik. Tehát ilyenek azért lehetnek a szentlélektől is. De nem ez a fontos. Tehát a Biblia nem azt mondja, hogy törekedjünk arra, hogy hanyat tessünk a szellemtől, vagy bukfencezzünk, vagy köröket fussunk a szellemtől, vagy nagyon szépen szóljunk nyelveken, hanem azt mondja, hogy a nyelveken szól, imádkozol a magyarázatért, és törekedjetek még hasznosabb ajándékokra, a profétálásra, hogyha valaki elesik az Isten szellem alatt, az oké, ez nem probléma, de önmagában semmi. Tehát, hogyha nem lesz ettől jobb hívő, nem lesz ettől jobb ember, ha az Isten szelleme, vagy ez az élmény elmúlik, és ugyanúgy folytatja, mint Saul atyánk fia, akit felkelt és üldözte Dávidot tovább, akkor azt kell mondjam, hogy ez nem használt neki túl sokat, ez kicsit olyan, mint a Bálám Szamarának a nyelveken szólása, megszólalt szegény Szamár, de hát előtte is Szamár volt, utána is Szamár volt, ez lényegi változást nem eredményezett az életében, és így ábrázolta ki a gazdáját, aki előtte is Szamár volt, aztán utána hirtelen Istentől szólt szent dolgokat, de nem lett ez Isten népének a barátja, és ugyanúgy Szamár maradt, nem változtatta meg őt a kijelentés. Bíró Péterné írja, vannak, akik azt mondják, hogy nincs új szív, amikor megtérünk, kiskorúak vagyunk, majd a felnőünk rájövünk, hogy ez nem ilyen egyszerű, de az újjászületéssel körül metélődik a szívünk, ezt nem lehet kinőni. Így van, valóban, amikor az ember újjászületik, akkor elindul egy úton, mint egy kis csecsemő is, majd fel fog nőni, de a csecsemőnek is valóságosan meg kell születni, nem születhet meg szimbolikusan, hogy az én gyerekkoromban még divat volt a tamagocsi, a japánok kitalálták, hogy így lehet babusgatni, és akkor etetni kellett, mert még temetője is volt a tamagocsinak. Élnek még ilyen matuzsálemek, mint én, és emlékeztek rá, de hát azért az nem egy gyerek, tehát az újjászületés az valóságos dolog. Van új szív, az újjászületés pontosan az új szívet jelenti, hiszen ez az ígérete az új szövetségnek, hogy új szívet adok beléjük, és új szellemet adok, és azt művelem, hogy az én akaratomban járjanak, hogy az én akaratomat véghez vigyék. Igen, Molnár József kérdezi, amiket ma még nem értettem meg egy. Aki nyelveken szól, arról biztosra vehető az, hogy ő újjászületett. Nem, mert a Bálám Szamarai szólt nyelveken, de ettől nem született újjá. Azt született újjá, akinek van kijelentése, nem testtől és vértől, arról bizonyja Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. Ez a hit, ez a meggyőződés szül bennünket újjá. Az ilyen ember megtér, lemond arról, hogy a világ vagy a maga bölcsességét kövesse, és helyette Isten bölcsességét akarja követni, és hoz ebben egy akarati döntést, teszik megtérésnek, és aztán előbb-utóbb eljut oda is, hogy be is merítkezzen, belemerüljön Krisztusba is ezzel a szövetséget teljessé tudja tenni. Tehát önmagában a nyelveken szólás, mint külső jelenség, erről nem mond semmit. Természetesen egy nyelveken szóló hívő, aki Szentlélektől szól nyelveken, jó eséllyel újjászületett is, hiszen a Szentlélek nem a nyelveken szólást akarja elsősorban elvégezni az életében, hanem az újjászületést, és ha már újjászületett, akkor nagyon nagy áldás, és nagyon jó, ha nyelveken is szól. 2. Az 1 Péter 2.11 szerinti hústest kívánságai, igen, helyileg honnan erednek, nem a lélekből, mert hiszen a hústest kívánságai éppen a lélek ellen harcolnak.
hormonokból, agyból, vagy honnan erednek, vagy az ösztönből, de hol van az ösztön helyileg. Igen, hát abból erednek, hogy a testnek megvannak a maga követelései. A test kényelmet szeretne, a test simogatást szeretne, a test élvezeteket szeretne, ételekben, szexualitásban, illatokban, a szem a hatalomra vágyik, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ennek is valóban, ha így nézem, a lélekben van a gyökere, de valójában a bűnben. Tehát ugye a bűn az, ami eltorzítja az embert. Jakab leírja ezt a folyamatot, és azt mondja, hogy senki sem mondja, hogy az Isten akarja őt bűnre rávenni, hogy az Isten kísérti őt, teszi próbára őt, hogy bűnt cselekedjen, mindenkit a saját kívánsága vonz. És az a kívánság, amikor megfogan, ugye felnő, és aztán cselekedetté válik, akkor aztán a cselekedetből szokás lesz, és a szokásból jellem lesz, és aztán ez a végül halálhoz vezet, ugye ezt az utat írja le. Tehát kívánságnak hívja a bűn működését bennünk. És hát a bűn, ugye az ember része, az ördög hazugsága az, ami belénk jön, ugyanúgy az Isten igéje bennünk elvégez bizonyos dolgokat, és ösztönöz bennünket a jóra, ugyanúgy az ördög hazugságai is elvégeznek bennünk bizonyos dolgokat, és ösztönöznek bennünket a rosszra. És hát ezek jelennek meg a bűnös kívánság, az istentelen kívánságokban, és ezeknek a fő forrása a test. Tehát amikor a test, a lélek senyved, gyors felügyülésre válik, és akkor a test tud neki egy gyorsan oldódó pirulát, végez önkielégítést, néz pornót, vegyél valamit a boltba, egyéb egy krémest, és így tovább. Szóval rengeteg olyan dolog van, amit a test felkínál a léleknek, hogy picit jobban érezze magát, és a lélek ezt elfogadja, és gyakorlatilag ezen keresztül jön létre a bűn. És igen, hát ebben természetesen a víz szerepet játszik. A léleknek a sóvárgása is szerepet játszik, hiszen a lélek senyved, és szeretné jobban érezni magát, és akkor a test mit tud kínálni neki? Hát azt, amit a test kínálni tud neki, amit elsoroltam. De ez nem tesz jobb emberré, ez jelentelen emberré tesz bennünket, hiszen arra ösztönöz bennünket, hogy ezekből még több torta, még több, tehát akik pornográfiával élnek, azok pár hónap alatt kiégnek már egy idő után. Tehát ez olyasfajta szomjúság, amit hogyha ezzel a hamis vízzel csillapítanak, akkor attól az ember még szomjasabb lesz. Ugye a tengervíz ilyen csalóka, hogy az ember ott ül, ágykolódik hajótöröttként a tengeren, ott a csomó víz, és ha iszik belőle, elköveti azt a hibát, hogy enged a kísértésnek, és ezért még szomjasabb lesz, és ez egy ilyen ördögi körré válik, és ezért mondja az Ézsaiás 55, hogy miért adtok pénzt olyan én, ami nem elégíthet meg. Gyertek, vegyetek tőlem bort, tejet, igyatok vizet ingyen, bérmentve, és ugyanezt mondja a jelenések könyve Jézus is, hogy aki szomjúzik, az jön én hozzám, és vegye az életvizét ingyen. Igen, tehát a testben ugye dúlnak a hormonok, vagy a test beteg, akkor a lélek is senyved, rosszul érzi magát, és akkor szeretne valami fajta kis felüdülést magának, és hogyha ezt nem tudja a szellem szerint megszerezni, akkor megpróbálja a test szerint megszerezni. Ezért mondja az írás, hogy ne borral teljetek meg, töltsétek meg a testeteket, hanem teljesedjetek be szent élekkel. Ne bortól mámorosodjatok meg, mert az olyan cselekedetekhez vezet, amikből baj származik, hanem szent szellemmel teljetek meg, mert az nem veszi el a józanságot, hanem éppen ellenkezőleg józanná tesz benneteket. Piró Péternél kérdezi, hálás vagyok a sok építő tanításért, nagyon sokat kaptam, hát ennek őszintén örülök. Zsuzsa is köszöni a tanítást. Zsuzsa Navásárhelyi írja, milyen esetben lehet visszakerülni a szellemiből a lelki szintre, hullámvasút. Hát igen, tehát növekedni kell, fejlődni kell, az emberben mindig nagy a kísértés, hogy a szellemi szintről visszaessen a lelki szintre, mert egy szellemisten, egy láthatatlan Isten szellemben is igazán imádni nem mindig egyszerű, nem mindig könnyű. Tehát van, hogy ez a szellemi szomjúság is az emberben meglankad. Nyilván az ördög is munkálkodik ezen, hogy ebből kiessünk különféle fortélyokkal,
de az a lényeg, hogy mindig visszatérhetsz hozzá. Tehát az örök életre buzgó vízfő ott van benned, hogyha újjászülettél, és Isten szelleme ott van benned, és a 110. Zsoltár is mondja, hogy az út melletti patakból iszik, azért emeli fel a fejét, és ez bennünk lakozó Szentlélekről van szó, hogy bármikor ihatsz belőle, ez mindig rendelkezésed rá, vissza tudsz térni a szellemhez, nem kell, hogy úgy maradjál, hiszen te észreveszed magadon, hogy nem vágysz a szellemi dolgokra, nem vágysz a szentek társaságára, nem keresed az Istent, és így tovább visszazuhantál testben, de a megújulásnak a képessége és a lehetősége mindig ott van az életünkben. És aztán, ahogy egyre érettebbek leszünk Krisztusban, úgy ezek a visszaesések, ezek elmúlnak. Eleinte nyilván ez gyakrabban előfordul. Az emberrel könnyebben kísérthető, sokkal több rossz gondolati lelki mechanizmus van, meg kell újítani az elméjét, és tovább egy új életvitelt kell kialakítani, a régi rossz szokások helyett új szent szokásokat kell az embernek felöltöznie, és ez mind munka, mind idő. Edith kérdezi, kedves Tamás, a múltkori téma az lenne kérdésem, ha valaki hívőként depresszióba esik, nem tud ebből kigyógyulni, jár gyülekezetbe, végül öngyilkos lesz, elvesztette az üdvösségét. Hát a helyzet az, hogy ugye az üdvösség felől egyedül Istennek van joga nyilatkozni, nem tudjuk. Egyet tudunk tenni, hogy Isten kegyelmére bízzuk. Ő ismer minden körülményt, ismer minden dolgot, úgyhogy az örökké való igazságos ítéletet fog mondani róla és az életéről. Én azt gondolom, hogy azt mondani, hogy egy ilyen ember minden körülmények között csak elkárhozhat, helytelen lenne, és nem lenne biblikus, noha van ilyen hagyományunk, de nem tudunk az üdvösségéről mit mondani, hiszen az az ember, aki akármilyen betegségtől szenved, és haláltól várja felüdülést, az valahol nagyon céltévesztett. Hiszen a halál ellenség, Isten pedig a barátunk, és azok az emberek, akik a halálban keresik az enyhülést, noha emberileg nagyon együttérzünk velük, és nagyon megértjük a szenvedéseiket, de csak azt tudjuk nekik tanácsolni, hogy ne a haláltól várják a felüdülést, hanem Istentől. És azt az energiát, sok gondolatot, érzést, ami a halál körül forog ilyenkor az agyukban, az Isten körül forogna, egész biztos hamarabb találnának megoldást a problémáikra, mint hogyha ezt a haláltól várják. Igen. Katalin kérdezi, köszönöm a tiszta egyenes beszédet, sokat tanultam. Na, nagyszerű. Ibolya, honnan lehet tudni, hogy a nyelveken szólás Isten szellemétől van-e? Hát nyilván onnan, hogyha egy keresztény összejövetelen az emberek az Úr Jézus Krisztus nevében az Atyától Szent Szellemet kérnek, hát akkor az Atya nem ad kövecskorpiót nekik, tehát hogy úgy mondjam, a szövegkörnyezetből, a körülményekből lehet ezt alapvetően tudni. Nyilván valaki egy spiritista szeánszon, vagy valami, mit tudom én. Gurunak az összejövetelén vesz részt, és ott kezd a nyelveken szólni először mondjuk életében, hát akkor gyanakodjon, hogy nem Isten szellemétől van ez a dolog, de ha valaki elmegy istenfélő emberek közé, akik az Úr Jézus nevében jönnek össze imádni, dicsérni az Urat, és ott kéri az Atyától, hogy kéri Jézustól, hogy keresztelje meg szellemmel, vagy kéri az Atyától a szellemnek az ajándékát, hát Jézus azt mondta, hogyha mi gonosz létünkre jó dolgokat adunk az éhező, szomjazó gyermeinkre, mennyivel inkább az Isten ad nekünk szent lelket, a legjobbat, amit adhat, a legnagyszerűbbet, amit adhat nekünk. Hát alig várja, hogy adhassa nekünk, nem kell azt gondolnunk, hogy itt valami tévedés vagy más dolog történik. Igen, Bóta Sándorné kérdezi, az ivarsejtek egyesülésekor létrejön a test, lehet-e tudni, mikor adja hozzá Isten a szellemét, ami a halálkor visszatér Istenhez? Hát ugye minden életnek a kiinduló alapja a ruach, az Istennek a szelleme. Nem tudjuk, erről a Biblia hosszasan nem értekezik, de valószínűleg a fogantatás pillanatában, mikor a test elkezd működni, a sejtek elkezdenek osztódni, akkor ez már a szellemnek a munkája, ott van Isten szelleme, ott van a lélek, ott van a személyes szellem, és valahogy a testtel együtt fejlődik. Nem ad erről a Biblia kijelentést. Érdekességképpen megint megemlítem, hogy a zsidó hagyományban 40. napra teszik a léleknek a megjelenését. Leginkább azért, mert az embriónak akkor van vére is, ugye a lélek és a vér, ezek szorosan összefüggő fogalmak, de az, hogy valami működjön, tehát az a csoda,
hogy a természetben a magára hagyott dolgok a természet vak erői következtében szétesnek. De az a csoda, hogy valami elkezd felépülni, felépíti önmagát, egy sejt, egy növényke, vagy egy olyan fantasztikus test, mint az emberé, vagy amit látni a természetben, ez teljesen természetellenes. Tehát a fizika, a törvények szöges ellentéte, hiszen a vak természeti erők hatására szétesnek a dolgok, és nem összerendeződnek. És az, hogy van egy ilyen önmagát felépítő izé, ez egy csoda. És tulajdonképpen ezt a csodát a szellem végzi. Tehát ott, ahol ilyen van, ott szellemnek kell lenni. Isten szavának, vagy Isten szellemének, leginkább mindkettőnek működnie kell, és ezért nyilvánvalóan a test sem tudna kifejlődni, vagy azzá fejlődni, ha a szellem nem működne, ha az Isten értető szellem a ruach, illetve a nösáma, a nefes nem lenne jelen a testben. De hogy pontosan mikor, meg pontosan hogyan, most az apától, anyától származik a szellem, meg a lélek, ahogyan a vércsoportunk is öröklődik a genetika törvényei szerint, hát nem, nincs erről kinyilatkoztatás, legalábbis én nem találtam, vagy nem tudok róla. Jó, hát akkor a mai utolsó hozzászólunk József, Molnár József, köszönöm szépen, nagyon érthető választ kaptam. Na, a dicsőség az Úrnak, akkor örülök neki. Hát akkor talán ma is tanultunk valamit, vagy sikerült a vezérhangját elindítani. Érdemes, tudom, hogy ezek nem könnyű kérdések, elég bonyolult kérdések, tehát hogyha valaki valamit nem tud megjegyezni már ma, akkor az ne bánkodjon. Egyrészt vissza lehet nézni, vissza lehet hallgatni, másrészt pedig hiszem, hogy Isten szelleme mindannyiunk agyában, lelkében a számára legjobb módon a helyére fogja tenni ezeket a dolgokat. Az Úr áldjon mindenkit, nagyon áldott hetet kívánok, most már lassan újra itt az ősz, kezdődik az iskola, meg a minden eféle, még élvezzétek ki a nyárnak az utolsó napjait, és legyen nagyon áldott hetetek.